A NATO tagállamai megegyeztek az égei-tengeri őrjárat részleteiről. A művelet célja az embercsempészek munkájának megnehezítése és az Európába tartó migránsok számának csökkentése. A megállapodás szerint a Védelmi Szövetség hajói a török és a görög felségvizekre is behatolhatnak. A két ország őrjáratai viszont csak a saját területükön vethetőek be. A NATO főtitkára szerint a migránsokat akkor is visszaviszik majd Törökországba, ha már a görög vizeken mentették ki őket.